Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök VNTV-t, Manatúra televíziót láthatnak, és más hangszerettet társalgás adássorozatunkban. Nagyon boldog vagyok attól, hogy kiül itt a stúdióban. Nagyon régóta várjuk Golenya Ágnest. És Golenya Ágnes is nagyon boldog, köszönöm! És Áginál termékenyebb, impulzívabb valakit, aki ennyire jól bele tud vágni a dolgokba, ennyire jól el tudja mondani azt, hogy mi az a helyzet, ami van, mi az a helyzet, ami ide juttatott, és mi a kivezető út, nem sok mindenkivel találkoztam. Ági író, tehát ezeket azért többnyire könyvekbe foglalod, igen. De és az apropója, ami miatt találkozunk, hogy született egy ez a legújabb könyv, ez évi termés, ami, igen. Amiben nagyon töményen, még azt mondom, hogy még a korábbi munkásság nagy része is zanzásítva, sűrítve benne hát van. Hát arra épülve, igen, én így fogalmaztam meg, hogy hát abból nőtt ki. Ha esetleg valaki Ágit nem ismeri, jó, ha tudja róla, hogy hatalmas út áll mögötte. Kanyarokba, jobbra-balra, igen, igen. De mi a legmeghatározóbb, amik veled történtek, te hogy emlékszel vissza? Most itt élsz Magyarországon, tehát ezért nagyon jó, hogy igen. Tudunk találkozni, de azért nem éltél mindig itt. Egy pár szót mesélj, amik a legmeghatározóbb állomások voltak. Voltak kanyargóim, igen. Hát leginkább 2006-tól kanyarogtam el, illetve pontosan 2007-re esett már az, amikor Peruba kerültem. És én ezt végig gondoltam valamelyik nap, hogy ez olyan, mi az, hogy került valaki. Én szó szerint kerültem, de persze nagyon messze, tehát tudnánk boncolgatni ezt is egy adásba, hogy mi az, hogy kerül, amikor valaki hagyja magát, de ahhoz, hogy hagyja magát, ahhoz érezni kell az áramlatot, ahhoz mi kell, hogy érezd az áramlatot, tehát ez a kerülés, ugye mindig arról írok, hogy lehet kerülni, vagy lehet bármit csinálni adott tudatszinten, és látszólag csinálod ugyanazt, teljesen más tudatszinten, tehát aki olvassa a könyveket, tudja, hogy ez nekem a mániám, ez a kvázi paradoxon dolog, hogy a tudat határozza meg, tehát lehet élvezni a 3D-t, őrült módon vágyakból, és lehet élvezni a 3D-t teljesen már minden részét, amikor már tudod, hogy élvezem a 3D-t, mert van más is, és de jó, hogy most még van hozzá testem. Tehát ez csak egy példa arra, hogy itt bármit ezen a két szinten lett, tehát a kerülés az úgy volt, hogy nem volt elmebéli tervem, nem volt vágyam semmim, hanem elkezdtem a még másik néven, amit viszont már Peruba kaptam, Dél-Amerikában már akkor, mikor oda kerültem, akkor már meg volt írva életem legelső könyve, az Aranyasszony útja, és amikor azt írogattam, amiben az elmúlt, hát akkor már 40 akárhány éves voltam, az elmúlt 20 évek őrületét, megéléseit akartam leírni, hogy egy mai modern nő, aki kikeveredett a vallásokból, sikeres az üzleti életben, de olyan dolgok történtek meg vele, ami teljesen megváltoztatta, és amiről mesélni akar. Tehát ez most itt testen kívüli állapotok, rálátások, felvillanások, tehát amikor kész, kiment alólam a talaj, ez kiment 20 évig, és akkor le akartam írni az Aranyasszony útjába, és amikor azt hittem, hogy talajt fogtam, akkor kaptam egy kis könyvetkét Móricz Jánosról, senki ne kérdezze, ezt még a mai napig nem fejtettem meg, hogy miért volt rám akkora hatással. Igazából először így mondtam, hogy hú, ez egy nagyon jó dolog, én is elkezdtem valamiért Dél-Amerikáról írni a könyvemben, nézzük csak. Hát nem, ezt felhasználom, hittem én az első könyvnél, de akkor még így nagyjából ennyit tudtam, hogy van valami magyar pasi, aki Argentínából kikeveredett Ekvádorba, és akkor 70-es években föld alatti világ, hát ez tökéletes a regényemhez. Na hát ez az, amikor vigyázz, miről beszélsz, mert ugye számon kérhetik. Na hát én ezt úgy kikerültem Peruba, hogy egy hétre rá minden
tudás, előkészület, szándék, akarás nélkül lekerültem egy föld alatti mesterséges labirintusba, kész. Tehát aki át tudja élni, hogy amikor azt mondtam, hogy hoppá, ha az igaz, amit olvastam történetesen ettől az embertől, Móricz Jánostól, mi van, hogyha minden igaz? Ha nem ilyen a világ, nem ilyen az ember, nem ilyen az Isten, nem ilyen volt, kész. Na, tehát amikor mondom, azt hittem, hogy 20-valahány év után talajt fogtam, megint ki a talaj, na és akkor hát jó pár évig éltem kint Peruba is, aztán visszajártam kutatni, sok könyvem ezért Purisszaka Golenya Ágnes néven született, mert ott kaptam ezt a nevet, aztán a egyik könyvemnél, az Álmaim Valóságánál ezt letettem, mert ez életemnek egy szakasza volt. Most is épp készülök Móricz születésének 100. évfordulója alkalmából egy külön kis tiszteletadásra majd júniusba. Én mindig azt hittem, hogy ezt lehetehetem, de nem tehetem még le, de nekem ezek a ősi kövekről, mindig azt mondtam, hogy évekig ősi kövekről kellett ugye előadásokon beszélnem, hát nagyon jó alapot adtak arra, hogy onnan megfejtve egy teljesen más ősi múltat, letisztulva, hogy mégis mi a világ és a történelem, onnan ugrágassak tovább a multidimenziókba, és éljem meg a további dimenziót. Úgyhogy, hát én erről írok, ez ugye a 14. könyvem. A kékbérről egy picit beszél nekünk, mert az azt gondolom, hogy ez áthatja az összest, igen. Nem? Ami veled történt az életedben. Igen, igen. Ugye ezután, tehát ennek az első könyvemnek lett második két része, aminek nagy részét úgy paralel én Peruban, illetve Dél-Amerikában éltem, és a főhősömék is ott vannak, és benne ősi történelem, ősi civilizáció, hihetetlen dolgok a föld alatt. Tehát, és utána megírtam két okos könyvet, ami összegzi, hát végül is én ott egy évig kutattam egész komolyan, tehát használva a 3D-s agyamat és tudásomat, és azt is leírtam. És utána jött egy nagy hú, és azt mondták a mesterek, hogy hát talán most már megerősödtél annyira, mert állítólag sokáig nem voltam erős, hogy másról is beszéljek az embereknek, hiába volt a 20 éves megéléseim, azt mondták, nem. Neked át kell alakulni, meg kell erősödni ahhoz, hogy kiállj, nem elég csak megélni, vagy ugye az elragadtatott pillanatokba érnek hatások, sokan vagyunk így. A kérdés azonban az, mit kezdünk ezzel a mindennapokban. És amíg én ennek a súlyát megértettem, hogy mire adatott a test, mire adatott a inkarnáció, amiből kibeugrálunk, és hogy nem börtönbe jövünk vissza, hanem visszahozunk ajándékokat, ezt kell kitágítani, tehát azért ahhoz elég sok időnek el kellett telni, és ezért sokáig engedtek úgymond a színpadra metafizikai tanításokkal, már lassan van, amelyik 30 éves megélésen volt, valamelyik friss, amikor azt mondták, hogy na akkor, ha készen állsz, hát ennek is volt nagyon érdekes, hogy a forgatókönyve mesterekkel beszélgetés, mikor beszóltak, hogy te is szellemi vízfej vagy, tehát nagyon komoly munka, belső munka van a mögött, amikor ez az egyetlen könyvem, a Kékvér, amit nem az ő tanításukból Ági kitalált, vagy úgy éreztem, tehát mindig jóváhagyás, hanem kvázi felkérésre írtam. Tehát ők kérték, ők adták a címét, ez az egyetlen könyv, amire nekem rá kellett bólítani, hogy vállalom-e átadni azokat a dolgokat. Hát ugye ehhez ott kell fönt lenni, mert nem médium vagyok, tehát bár az lennék, mindig azt mondom, miért nem lehetek médium, akkor csak így írnék, tudod, vakon akár, ha megtanulok gépelni, és akkor diktáljátok, nem. Tanítanak, én nekem azt meg kell élni, és kell. Át kell fordítani, tehát kvázi tolmács és üzenethozó vagyok. De azért ez nem söpő, ez egy kemény munka, tehát álszerény vagy se akarok lenni, ehhez nagyon-nagyon sok mindent hozzá kell tenni, de a tudás, az okosság nem az enyém. Én nekem ezt csak át kell tudnom
adni más embereknek, és ráadásul nem akárhogy, olyan energiával, ez a legnehezebb, hogy amikor leírom, akkor is ez az energia működjön, mint a tanításokban. Úgyhogy ennyi a kékvérkönyveknek az eszenciája. És a lényege? Ha. Már csak hát azért, az a cuki, igen, mert hogy el fogunk jutni a mai napig. Tehát el fogunk jutni addig a pillanatig, ami most van. Uh-huh. És ugye a mostani világ és élet az már nem arról szól, hogy megmaradjunk ezen a jaj, de jó sztorit mondott az a Olanya Ágnes is. Nem. Jaj, de jó, ezek a videók, amik most itt jobbnál jobb történetekkel, a Tajosz barlanggal kapcsolatban meg mindennel megjelennek. Sőt, hanem arról szól, még arról feladat szól, van. Hogy netán valaki felfogja elmével a kékvér üzeneteit, amiben nem vagyok biztos, mert végigírom, hogy ha te utána ezt nem merenged, és megmarad passzív tudásnak az semmi, tehát ahova mondod, hogy el fogunk jutni, az az, hogy ebbe a mai világba semmit nem ér a passzív tudás. Lehet valaki a legokosabb, ha vér szinten, sejt szinten nem alakítja át magát, igazából ennek a könyvnek ennyi a lényege, hogy felfogjuk végre, hogy ezek létező energiák, és a mi erőnk nem a tudásban van, hanem abba, ahogy most, ma lélegzem, élek, viszonyulok, gondolkodom, megcsinálok, támogatok folyamatokat, vagy nem támogatok bizonyos folyamatokat, tehát döntésekben. Kőkeményen, 3D-s szinten kell túlélnünk és megcsinálni a dolgokat. A mostani könyvednek az a címe, hogy el a kezekkel az életemtől. Na most akkor megkérdezem, hogy ki az, aki rátette a kezét az életünkre? Na igen, ez nagyon jó, hogy felhoztad ezt a címet, mert ez nem az én életemről szól, ott gondolkodtam, hogy igazából úgy lenne jó, hogy el a kezekkel az életünktől, mert hogy ez sokak nevébe, tehát nem én rólam, nem az én életemről, hanem én beszélek, kvázi szócsőként, de hát az úgy nem jó a cím, tehát azért maradt így, úgyhogy nagyon jó, hogy te rögtön úgy értetted, ahogy ez a cím van. Én nem fogok külső, tehát nem fogom felsorolni, hogy a davoszi gonoszak, tehát ott van a könyvben, össze van foglalva, hogy látszólag, kik a rosszak, látszólag, kik azok, akik megfojtanak minket, látszólag, kik azok, akik megerőszakolnak minket, nem tudom, hogy és amiért engem nem szoktak szeretni, hogy mindenki bólogat, mondom, hogy igen, egyedül te. Mert én senki mögött stukit nem láttam, hogy bekényszerítik a globális életbe, bankkölcsönöket felvenni, vásárolni, hedonista módon élni, légkondizni, össze-vissza, tehát mindazokat a modern dolgokat, ami ezt a mai világot fönntartja, bocsánat, a davoszi akárhány, akkor is, hogyha nem tudom milyen felső elit, az az 1%, ezt a világot nélkülünk, nélküled, mindenki nélkül nem tudnám működtetni. Tehát itt vannak azok, akik szépen megpapizták, már nagyon régen elfogadták, lemondtak a szabadságukról, bedőltek a kényelemnek, meg ez az egész implantátumvilág is arról szól, ahogy leírtam, hogy az a durva, egyetlen egy módon adják el az embereknek, kényelmes. Tehát milyen kényelmes lesz így fizetni? Hát mindig mondom, tényleg. Valami botrányos előszedni a pénztárcám, és kártyával fizetni sokkal jobb, ha magamba építetem, nem? Tehát az emberi hedonizmus nem olyan bonyolult. Kényelem, és ebben, amikor nincs felelősség, hanem azt csinálom, lásd Covid-éra, amit nekem mondanak, akkor nem kell gondolkodni, nem kell egyéni utat járni, tehát mindenki létrehozta ezt, és mindenki megengedi, hogy rabosítsák. Tehát szabadságot, és ez a kékvéreknek az egyik fő üzenete, hogyha visszatérünk, hogy mi ugye. Tehát csak, hogy így zárójelbe befejezzük, mielőtt ezt a mondatot folytatom, hát ha te emlékezni fogsz a szárra, hogy a kékvérekben bármilyen iszonyú érdekes Sirius rendszeri okosság van, az hogy mondjam, az inkább a
annak föl kellett kerülni a holohálóra. Oda úgy tud felkerülni, hogy nagyon sok ember olvassa és mereng rajta. De ha valaki nem tudja, hogy működik a valódi Sirius rendszer, semmi gond, tehát ez nem feltétele. Hanem azt egy akkora széles képet kellett mutatnom. Tehát ahhoz, hogy sokszor egy mondatot elmondj, 10 000-et kell írni. Mert egész egyszerűen úgy épül az ember lelke, meg rezgése, meg elméje egy logikus vezetésen, hogy kitágítom rettentően, hogy átélt, hogy na te hol vagy, ki vagy, és igazából egy dolog a szabad. Ami ugye a Kékvér 3, ami már az Ibolyalánk fényébe, ott leírom, hogy a feudalizmus hogy hazudta el, és tette ezt az egyenlőség, szabadság, testvériség, ezt annak mi volt a metafizikai valósága, és ehhez képest hogy csináltak belőle egy maszlagot, egy elméleti rendszert, ahol szabadság van, szabadság tőlem függetlenül, tőled függetlenül az éterben nem libeg, hogy ott a szabadság, vagy van szabad ember, vagy nincs szabad ember. Tehát ami ságség, az nem létezik metafizikailag, az csak elmekonstrukció az emberi világ konstruált világában. Tehát a Kékvér arról szól, és ez a folytatása, hogy te szabad vagy, amit esetleg sok inkarnáció alatt jutsz el, jutunk el, mindig nyílik jó esetben a szabadságfok, mint egy világfaj tengelyen, hol van a tudatod, ma ennyire vagyok szabad, holnap ennyire, hát igen, jó esetben nyílunk, egyre nagyobb szabad, nem, már nem is szeretem mondani, hogy szabadságunk, de olyan nehéz megváltoztatni az emberi nyelvet, tehát ahogy szabaddá teszem magam. És az egész arról szól, amit akár a kékvérkönyvekbe levezettem, hogy állhatott elő az a helyzet, hogy ma több millió ember, tehát az emberiség eljutott oda, hogy normálisnak tartja, ugye bármilyen vallásról beszélünk, kell egy külső ember, aki megmondja nekem, hogy én hogy érezzem az univerzumot. Tehát az egészet lerángattuk egy lineáris elme szintjére, és teljesen elmarad a valós létezésünk. A szabad ember az a valós létezésben van, annak nem mondja meg a materialista tudomány, akkor se, ha a legokosabb orvos, hogy mit csináljon, mert ő neki van egy élete, ami fölött egyedül ő rendelkezik. Tehát ez a rendelkezés, ami a Kékvérben is a rend elő, egy bizonyos rendszert vegyél elő, és azt használjad, akkor tudunk szabaddá válni. És ez az, amiről valamiért lemondtunk, de ebbe a könyvbe mondom, hogy ez nem gond. Tehát nem tévedtünk, valahol ez az embernek a feladata is a beszűküléshez, ebbe a téridőbe való alászálláshoz, mert valamiért itt vagyunk kozmikus lényekként. Valamiért van egy olyan testünk, ami tólig működik, és utána egy másik dolog, hogy mi van velünk, de van, de valamiért ezt meg kell tapasztalni, a teljes szétszakítottságot, a teljes bezáródást, tehát teljesen minden a helyén van, ez a legfontosabb. Senki nem tud ebbe a folyamatban ártani. A lényeg az annyi, hogy amikor elérünk egy pontot, megtapasztaltuk, és már nem tudunk tovább szűkülni, mert már nagyon beszűkültünk, akkor elindulunk-e visszafelé. Tehát erről a visszaútról kaptam segítő információkat, javaslatokat, ami egészen lebontódik ebben a könyvben már addig, hogy ezt a mindennapok, az unalmasnak mondott mindennapi életben hogy tudjuk kivitelezni? Milyen döntésekkel, ha így döntesz, ezt az energiát építed magadba, tovább zárulsz, ha úgy döntesz, más vibrációk, frekvenciák mennek, mert még egy gondolat is adott frekvencia minőség, energia minőség, tehát a világlátásod, világérzésed, utána azt megléped, nem léped meg, megteszel bizonyos életmód, életvitelbeli dolgokat, vagy nem teszel meg, azt próbáltam megvilágítani, hogy ez a
a tudati szabadság nem egy elvont valami, hogy hú, de szabad vagyok, mert annyi mindent tudok, hanem energetikailag eljutottam egy olyan erőnlétre, hogy akár, most durvát fogok mondani, és az nem jelenti azt, hogy én ott vagyok, de látom, hogy hova kéne jutnom, tényleg se vakcina, se semmi rajtam nem uralkodik, mert minden ember által gyártott eszköz, legyen implantátum, gyógyszer, bármi, az nem bioenergiából áll. Aki elhiszi, hogy ő kozmikus lény, és azt az energiát, teljesen más energiát működtet, tehát az ember által készített világ, úgy, ahogy van, adott rezgésszinten működik, akinek meg van a felett, annak van a felett, azon nem tud semmit ártani. Ez egy óriási... Hát nagyon dióhéj van. Igen, nem, egy kicsit hiszem. Bele, nem baj, egy kicsit kibontjuk azért, mert hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi az, ami most történik. Egy picit a képbe kerülünk most közösen, jó? Tehát nézzük meg azt az időszakot, amíg még nem volt internet. Észrevétlenül az internet megjelenése előtt már egy világ véget ért. Abban az időszakban még rengeteg természeti energiánk volt, bioenergetikánk volt, személyes kapcsolataink voltak. Csak akkor tudtalak meglátogatni, ha A-ból B-be. Oda mentem, nem volt telefonálgatás, lehet, hogy potyára mentem, stb. Nem ünnepeltük meg, nem is gyászoltuk meg azt a korszakot, mert az internet világa a sok információ belevarázsolt magába egyből bennünket. A mostani, észrevétlenül, ugye? Tehát ott nem gyászoltunk, nem igen. Jöttek a hírek, hogy világvége igen. Vagy gyerekek, pedig valódi világvége igen. Volt. Így van. Elérkeztünk az internet korába, ahol már azért úgymond információs szinten megnyílt valami. Most már úgy történnek a dolgok, hogy a szemünk előtt történnek, a tudatunkban történnek, és megint eljutottunk egy új korszakhoz, amikor valószínűleg már úgyhogy tudunk is róla, döntenünk kell. És itt vagyunk most, és ez a könyv ez azért nagyszerű, mert ebbe kerek, perec, feketén-fehéren leírod azt, ami van, és itt most végleg elveszhetünk egy olyan világban, amiből a te szavaidat használom a könyvből, még abból se tudtunk igazából valódi egységünkre, önvalónkra ráébredni, amikor a természetben sétáltunk. Az internet korában sem tudtunk már, hiszen itt már megjelent a sok csiribiri elmetartalom, elmevarázslat, egy digitális drog, ami az agyunknak egyébként nagyon tetszik. Ami pont arra volt jó átszoktatásként, hogy a fizikai testet gyakorlatilag egyre jobban egy elektromos környezetbe, otthon a számítógép elé, a munkahely elé kényszerítsék, és akkor konkrét bio erőt, bioenergiát vesztünk. Tehát pár évtizedig ez teljesen jó rászoktatás volt. Így van, és egy komoly függőségben vagyunk, igen. Viszont nem csak ez a probléma most, hanem azokról a frekvenciákról, azokról a sávszélességekről, amiről te beszélsz, hogy oda ki kellene azért találnunk, hogy ráláthassunk magunkra, tulajdonképpen ezzel a felhő alapú működéssel szépen be lehet árnyékolni, látszólag. De ez azt eredményezi, hogy már nem is akarunk majd ezen változtatni, tehát azt a fajta természetes irányt, azt a fajta természetes istenivé válást, amire ez az egész létezés lehetőséget biztosít, ezt igazából el fogjuk utasítani, mert ez a kis agyidrog és ez a függőség nem is fogja lehetővé tenni még azt sem, hogy valaki mondjuk ezt a beszélgetést valamilyen szinten közös rezonanciával elérje, végighallgassa, és felfogja a lényegét. Hát induljunk el abból, hogy szerinted most merre tartunk, és mi az, amit igenis egy nagy levegővétellel megérdemes tenni magunkért és egymásért. Én soha, tehát igyekeztem ott is oldani, hogy noha azt mondanám, hogy fú, nem tudom, mi lesz, mert ha eddig nehéz volt, akkor most pláne 3 mesterséges intelligenciával az agyamba, ami blokkol, ahogy mondtad, még nehezebb lesz, tehát én azt eleve nem mondom, hogy
innen soha nincs kiút. Én csak azt látom, hogy ha eddig nehéz volt, akkor könnyebb nem lesz. Ez nyilvánvaló, ez szerintem emberileg be lehet látni. Tehát az az energia, amivel még úgy, ahogy, mert azért még néha kirándultunk, így éltünk, úgy éltünk, nem a majd zónásított városokban, nem implantátummal a karomban. Régen, amikor még sokkal több időt töltöttünk, úgymond a, hívjuk most normálisnak, vagy normálisabb világban, ez egyre szűkülni fog. Tehát ahogy én látom, vagy a tervből kijön, itt azért kemény zónásítások lesznek, tehát fizikailag mondjuk a városokban, aki annak a kényelmét, ugye megint, majd élvezni akarja, annak bizonyos feltételeknek meg kell felelnie, tehát az a minimum, hogy egy implantátum valahogy valamilyen módon belekerüljön, tehát ez nem csak a teljes kontroll, tehát az egész életed, légzésed, egészséged, mindened fölött teljes kontroll lesz, és akkor ehhez kapsz majd bizonyos jogosítványokat, már aki ugye akarna ezeket a jogosítványokat. Azok az emberek, egyébként van egy novellás kötetem, ahol én ezt megírtam, abszolút nem gondolkodtam még ezen, a csend vagy amit akartok, ez az időn átnövő fa kötetemben van, nagyon durván ez van leírva, még energetikailag is, hogy mi történt az emberekkel, amikor egy szünetmentes áram, mesterséges energia rendszerbe kerül egy nem erre az energiára tervezett vagy alkotott biotest, illetve ez a biotest, hogy torzul, hogy vesztünk az erőnkből. Tehát én azt gondolom, minden húgás nélkül, mert távol álljon tőlem, szerintem, ha bedarálja az emberiség nagy részét ez a, hát számomra nem túl vonzó jövő, valószínűleg akkor sincs semmi, tehát van egy ilyen, a Great Reset, az működik, a Game Over, és tehát vége a játéknak, új játék, ez biztos, hogy lesz, hiszen voltak olyan civilizációk, tudom, hogy voltak olyan civilizációk, akin ezen átmentek, és mégiscsak rohangál ember a földön, tehát lesz túlélés, semmi gond, és akinek meghal a teste, lesz majd valami, de ami itt ugye a lényeges, és itt most nagyon-nagyon metafizikai kérdéshez jövünk át, hogy ahhoz, hogy újraszülés, valamilyen módon meg kell halni. Valamilyen tudattal meg kell halni, tehát anélkül, tehát nincs riogatás, az élet fog tovább menni, erre ez senki ne felejtse a nézők közül, de nem tudom eltitkolni, hogy nagyon élvezetes nem lesz a végjáték. Tehát még most azt gondolom, nagyon sokaknak van lehetősége választani, hogy a jövőjükre, mert egy lélek se úszhatja meg, ha stupidan, felelőtlenül dönt, és most beadja magát. Tehát ezt valahol, valamilyen csillagrendszerben, valamilyen testben annak a léleknek korrigálni kell, kvázi számon lesz kérve, és ő azt meg fogja élni, érezni fogja, rá fog döbbenni. Az, hogy onnan van kijutás, van, persze, hogy van. Én nem gondolom, hogy az univerzumban lenne helyrehozhatatlan dolog, de mindennek van ára. Tehát ezt kéne felfogni, hogy ha még van lehetőségem mérlegelni, hogy mekkora árat kell fizetnem azért, és most még van lehetőségünk, ezért kellett most ennek a könyvnek jönni, és nem 10 év múlva, és a semmiből ezért 3 hónap alatt kellett, hogy 7 nappal megírjam, mert most kell, most van még lehetőség. Valami biztos készül, amiért gyorsan kellett most ezt kiadni. Biztos, hogy jönnek döntések, előírások, globális törvényváltozások, ebbe biztos vagyok, pillanatok alatt, tehát észnél kell lenni, hogy mennyire vigyázok az eredendő biológiai testemre. Ez bármilyen furán hangzik, itt erről van szó. Az életem és a halálom egy bioáramban folyik. Ugye, amikor talán a mostani időszaknak az a specialitása is attól más, mint a korábbi, hogy amikor megkaptuk az internetet, hú, boldogok voltunk, de jó, végre kinyílt egy csomó olyan ajtó, egy csomó olyan információ, ami azelőtt lövésünk nem volt arról, hogy létezik. Lövésünk nem volt elme szinten arról, hogy létezik az elmén túl magasabb tudatszint akár a számunkra. Lövésünk nem volt arról, hogy
azon a rezgés szinten, amin a jelenlegi életünk folyik, nem az a tetőpont, tehát nem az a vége a dolgoknak. Nem itt végződünk, akár a biológiai testnél, vagy Jézus a biológiai érzékenység. Jött, de nem tudtuk felfogni, mert ugye nem volt elég. Ahhoz a környezethez nem volt elég. Na most a mostani időszakban az a más, hogy most tudunk arról, ami készül. A mostani időszakban van egy tudatosságunk erre már, egy rálátásunk, amivel lehet, hogy nem tudunk mit kezdeni, mert lehet, hogy kevés a bioenergiánk rá. Lehet, hogy már agyilag annyira le vagyunk szedálva, és be vagyunk tompítva, hogy valahol a lelkünk mélyén, a sejtünk mélyén érezzük már, hogy ez annyira természetellenes, annyira életellenes, ahogy a könyved pont ezért született, hogy most kellene valamit lépnünk. És a könyvedben írtad azt is, hogy ugye a tudatnak át kell menni valahogy, lehetőleg élve halljál meg, ugye igen. Volt egy ilyen, ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet, mert a tudat nem hal meg. Tehát, hogyha te odáig eljutsz, de hogy ki az élő, mert mi a te Jézus titkod? Szerint és az emberiség szerint, azt hiszük, hogy az az élő, akinek mozog a két lába. Hát ezt most nem tudjuk itt kifejteni, mert ezt tényleg nagyon elő kell készíteni, és azt gondolom, a kékvérben is külön fejezet van erre, hogy van-e élet az élet előtt és után, hogy ott hogy működik, mi az a mágneses adathordozó idézőjelbe, amit viszünk magunkkal, mint kozmikus személyigazolvány számot, tehát tele kódokkal, és amiből megtestesülünk, stb. Tehát az élő, az egész más a Isten vagy a kozmosz szerint, mint amit mi annak gondolunk, ezért ez így jópofának hangzik, de nagyon véresen komoly, hogy úgy hallj meg, hogy élj. Úgyhogy köszönöm, hogy erre emlékeztél, erre a mondatra. A mostani ember már, tehát tételezzük fel, hogy nagyon sokan azért képbe vannak. Tételezzük fel, hogy fantazmagóriának tartják, stb. Azt mondják, hogy hó, persze, majd a Gonany Ágnes mindent meg fog úszni, mert neki van valami nagyon különleges képessége, meg járt a Tajosz barlangban, meg kapcsolata van nem a Szíriuszok, vagy Perúiba. A Perúi barlangban, bocsánat, de ugye Móricz Jánossal is valamilyen igen. kapcsolódása van, tehát ez teljesen jogos, hogy az Ági egy rendkívüli kiválasztott lény. Nincs kiválasztott lény. Ezért ő neki lehetősége ezt erről mondhatok van. Igen, tehát hogy ugye ez egy átlag hétköznapi embernek ez jut az eszébe, hogy de jó az Áginak, mert az mert Ági már túl van neki. Ezeken a nehéz igen. dolgokon. Igen, ez sajnos megint a áll ezotéria és a térítő ezotéria, tehát évtizedek óta nagyon tudatosan térítik el a spirituálisan ébredőket is. Erről is sokat beszéltem már. Tehát most csak így dióhéjban kiválasztott ember nincs. Olyan van, aki már sok inkarnációt megélt, kipróbált sok mindent, és most tart, ahol tart. Van ereje, ahogy van ereje. Aki nem tart itt, nincs ebben a potenciálban, tehát külsőleg nem választanak ki senkit, Isten nem okosít meg senkit, Isten nem tisztít meg senki helyett semmit, Isten senkinek nem a bejárónője, takarítónője és kávéautomatája, így szoktam mondani, hogy ő a semmire valakit kiválasszon, hogy hát te tetszel, majd te. Nem így van. Tehát aki még nem tartott, aki szerint egy másik ember, aki kiválasztott, az vagy nem élt még eleget, semmi gond, vagy ő többször nem vállalt föl döntéseket, azzal sincs semmi gond, de ez nem lehet kibúvó és felelősség, mert ha akar, ő is lehet, tarthat ott. Tehát erre minden kozmikus lény, lélek, aki testet kap, erre képes. Ez bennünk van, ez mindenkinek kivétel nélkül megadatott. Nyilván ugye Jézus tanmeséje a ránk bízott talentumokkal, pontosan erről szól, ki hogy sáfárkodik vele. Aki megsokszorozza, az megsokszorozza, és ő azt mondja, hogy aki nem, attól még az is elvétetik, ami van. Tehát ezeket azért komolyan kell venni, hogy a legnagyobb ellensége önmagának az az ember, aki minden felelősséget lerúg magáról. Mutogat fűre, fára, ez egyébként az egész magyarság ellenes, úgymond, ha van ilyen tudatos, tehát ha akarnak ártani egy népnek, akkor azt mondják neki, hogy te csak jajongjál, te áldozat vagy.
az egy erőtlen állapot. Tehát ez egy olyan elmeprogram, erről is sokat írok, amit a magyaroknak, meg bárkinek le kell magáról rúgni, de az egyéni embernek is. Mert akinek nincs felelőssége, annak nincs lehetősége. Az teljes mértékben átadta, ugye erről szól az egész, hogy átadom a lehetőségemet, nem vagyok szabad, köszi, az lesz velem, mert ő jobb, mert ő szebb, én meg itt sírok, és akkor sajnálom magam az áldozati pozícióban. Maradjunk még itt egy picit a mostani embernél, hogy amikor én meghallom azt, hogy Úristen, megint mit akarnak velünk csinálni, és ez nekem nem tetszik, nézzük meg azokat a viselkedés, beidegződés mintákat, amik leginkább működnek. Ugye az egyik az, amikor én már ugye 20 évezredek óta arra vagyok programozva, hogy engedélyeket, utasításokat kövessek, tehát igazából csak végrehajtom azt, amit valaki mond, mindjárt gyerekként. Ez kezdődött a vallásokkal. Hát a vallások, vagy akár ugye kisgyerekként elfogadom ezt a fajta, én ezt üzemmódnak szeretem hívni, mert a maga a gondolkodás is csak egy üzemmód, egy beidegződés, az engedelmesség egy üzemmód. Tehát mi csak várjuk mindig azokat az újabbnál újabb eseményeket, amit nekünk végre kell öntudatlanul hajtanunk, van ez a verzió. Vannak, akik már kicsit ébredebbek, kicsit szabadabban élték meg az elmúlt időszakot, ő nekik már annyira nem veszi be a gyomra ezeket az újabb kor, ami visszafele menne, tehát korlátozásba fordulná át. Na ők azok, akik elkezdenek mondjuk menekülni, felelősre mutogatni, újra egy másik közösségbe gyorsan átigazolok, és akkor egy ilyen félelemforrásból fakadó dolgot létrehozok, oda megyek, vagy pedig megvárom a megváltót és a megmentőt. Ezekről az üzemmódokról nem tudom, foglalkoztál-e vele, Ági, hogy tudunk-e változtatni ezeken a kondicionáltságunkon. Tehát én meg kell, hogy maradjak egy ilyen jó kis állampolgár, aki a társadalomnak akkor hasznos tagja, hogyha mindent megcsinál, amit mondanak neki, másodlagos forrásból táplálkozik, mindig másokra hallgat, mások gondolatait figyeli, akár valaki most minket hallgat. Vagy pedig igenis meg kell tennünk azt most, ami bennünk van a szívünkben. Erről szól az egész könyv, hogy mit jelent felébredni, mit tehetünk, és mit kell tenni, és ezt igyekeztem tényleg agyilag nagyon könnyen felfogható mindennapi, akár mondhatom receptekre lefordítani, hogy mi az az életmód, ami energetikailag táplál. Tehát nyilván ezt tehát valahol a nagy döntéseket is meg kell hozni. Tehát én ugyanakkor azt is leírtam, hogy a könyv vége ezzel zárul, hogy ezt nem lehet, tehát én nem gondolom, hogy tömegesen. Tehát bizonyos döntések meghozatalához meg kell érni. Én nem gondolom, hogy tömegesen fognak minket követni a mi döntéseinkben, és én azért mondom, hogy valahol tényleg hiszem, és tudom, és érzem, hogy minden úgy van jól, ahogy jól van, akkor is, ha berzenkedünk ellene, ha az emberi agyunk rengeteg dolgot igazságtalannak tart, de a jézusi út keskeny. Tehát kevés az a lélek most a Földön, én azt gondolom, aki mögött annyi inkarnáció van, hogy már képes lenne dönteni, ezért nem tudok mit mondani, mint hogy ráerőszakolni felelősséget senkire nem lehet. Tehát az is, aki fel fogja fogni, hogy miről van szó, nem tudom, hogy abban a pillanatban, amikor kijön mondjuk egy törvény, vagy egy rendelet, mert az lesz a pillanat, az az igazság pillanata, nem az, hogy itt okoskodunk, és okosakat mondunk, és én azt gondolom, ha ki fog jönni a rendelet, és van 5 unokám, akik most kezdenek felnőni, tehát én egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy ez valami könnyű, és nem tudom, hogy meg fogjuk hozni, de hát nem erről szól az életünk, hogy könnyű dolgokat kell megélnünk, vagy döntenünk, de az lesz az a pillanat, amikor azt fogják mondani, hogy na oké, akkor mit tudom, július 1-től ez és ez van, te akkor ide jössz, oda jössz, ha ezt megcsinálod, na és akkor kell dönteni. Akkor kell felkészülni, de azért kellenek ezek az információk, hogy egyrészt azért kezdtem ebbe a könyvbe is ilyen messziről, hogy mi az élet. Tehát aki ott tart még, hogy jaj, meghalok, és vége mindennek, az nem lesz szabad
állapotban dönteni, mert lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, én nem akarok senkit hitegetni, lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, hogy azt mondják, hogy ha így döntesz, jössz, ha úgy, akkor a fal, és stuki. Lehet? Volt ilyen? Volt. Nem olyan régen lőttek Dunába embereket, ugye? Nagyanyáink korában. Miért ne lehetne most is? Azt nézzük akkor meg, hogy ezek a bizonyos törvényhozók, akik mindenféle szándékukat kifejezik most, előre jelezték már, hogy nagyjából mi az irány. De miért? Azt is leírom, hogy miért, tehát ha ők meg tudnák mindazt csinálni, amire készülnek szerinted és a nézők szerint, ezt így megosztanák velünk, már jó fejek? De megtévesztés, nagy úr. Félelem, keltés. Tehát, ha én ide bejövök elég magabiztosan, és azt mondom, hogy holnap utántól ez lesz, akkor a hallgatók 80%-a azt mondja, ujjajjaj, az nem lesz jó, és már meg se kérdőjelezi, hogy én milyen jogkörnél, meg hatalomnál, meg terv, hol tart a terved, Ági? Mitől mondod azt, hogy ez így lesz? Tehát messze nincsenek még abban a helyzetben, hogy ezt megtegyék, nagyon sok minden történik, de ahogy leírom, ha ők ma ezt a világ, ha a te tudatodat le tudnád uralni, tehát ez a lényege, hogy minden, amire készülnek, szükségük van a tudatunk beleegyezésére. Ugyanis se az implantátum nem működik. Én azt mondom, gyere, tegyél az én tudatomba, tedd bele. Nekem van bioáram extrám, én majd legfeljebb tönkre teszem a kütyüt. Tudunk ilyen emberről, aki ki tud lőni egy komputert? Hajaj! Tudunk olyan emberről, aki megszakítja az állat? Hajaj! Tudunk olyan emberről, aki úgymond uralkodik az elektromosságon és az ember csinált a környezeten? Igen. A lényeg, hogy legyünk ilyen emberek. És akkor adott esetben azt mondhatnám, ugye, mint Jézus mondott, hogy aki olyan tudatszinten van, neki nem árt a kígyó méreg. De aki nincs olyan tudatszinten, az belehal. Ebből a beszélgetésből az utolsó kérdésem, hogy milyen tudatszinten vannak, és kell, hogy maradjanak azok, akik ezeket végre akarják hajtatni az emberekkel. Mármint maga, akik benne vannak ebbe az operatív láncolatban. Így van. Hát erről egy más aspektusból sokat írtam és beszéltem, mégpedig a hidegháború óta működő ilyen titkos katonai kísérleteknél, a különböző elmeprogramozásoknál. Tehát itt már azért 40-50-60 éve nagyon sok olyan ember él köztünk, akik bántalmazó. Bántalmazásnak nagyon sok szintje van. Ha belenézünk ilyen könyvekbe, én annak idején is a Kathy O'Brien könyvét ajánlottam, aki egy nagyon magasrangú elmeprogramozott amerikai elnököknek volt a úgymond küldönce. Tehát egy embernek úgy szét tudják szedni a tudatát bizonyos módszerekkel, tehát az az apparátus, ami ma működik, nagyon régóta van kiválasztva. Azért, ha megnézzük, így bele a Hillary Clintontól, nem tudom én, kisebb végrehajtókig, FBI vezetőkig, CIA, de hát jöhetnénk Magyarországra is egész nyugodtan, tehát ez már a világon nagyjából így van, csak az egész nagy kísérlet a nagy táborokból indult el. Gyakorlatilag szétszedett személyiségű emberekről van szó. Tehát írtam is, mondtam is, hogy amikor az ISIS, nem a mi ISIS-ünk, a Isten anyánk, hanem ugye a direkt ő nevét felvett ISIS állam terroristái sokkoló videókat adtak közzé, hogy egy fiatal férfi az anyját felrobbantja az utcán. Tehát ezek a katonák is, akit használnak, ezek csecsemő koruktól kezdve, vagy már ki tudja, hanyadik vérvonalig, szétszakított, árvaként felnevelt, erőszakolt, nagyon durva csecsemő erőszakolások vannak, tehát attól függ, hogy kit mire szánnak, nagyon sok terrorista, katona, katonai vezető, politikus, aki már bizonyos helyekre megy, azok úgymond tényleg elmebetegek, és azért írtam, hogy én ezzel nem szitok szót használok, hanem már egy régóta tönkretett, tehát egészséges ember nem vesz részt semmilyen szinten. Na most ennek lehetnek olyan katonái, ennek az egész rendszernek, aki pusztán
hülye, idézőjelben, tehát bekerült egy olyan oktatási rendszerbe, tehát leírom, hogy a materializmus és a racionálisak, ugye, akik minket tartottak felelőtlennek abban a nagyon nagy bazi oltás kampányban, ami a világ nagy racionális és felelős megoldása volt mondjuk a Covid-ra, akik részt vettek, azok nem tudják magukról, hogy ők bűnözők, vagy miben vannak, azok nyilván nem egy nagy pénzen nagyon erőszakolt emberek, de abban az iskolai, tehát elég abban a világban élni, elég, ha csak azt hiszed, amit látod, elég, hogyha jó materialista ember vagy, és tudós, egy olyan tudós, aki mit sem tud az embernek a láthatatlan részéről, tehát akinek csak a test van. Aki a vírus sem érti, mert ő a vírusnak is csak a testét, a látható részét, és a láthatatlan frekvenciáit, ami neki is ugyanott van a vírusnak, már nem érzékelik. Tehát ilyen emberek vesznek részt, nekik ez a karmájuk, hogy ők miért kerültek megerőszakolásra, miért kerültek a Rothschild családba. Nyilván, ha ezt felfednénk, találnánk rá egy karmikus, nagyon logikus okot, hogy egy-egy lélek miért van ott a nagy saktáblán éppen ahogy van. És azzal nem kell nekem foglalkozni, hogy te miért ott vagy, miért mit csinálsz, mindenkinek egy valakivel kell foglalkozni, saját magával, hogy a te életedben az van benne, hogy Rothschildként kinyírom, most bocsánat a Rothschild családtól, nem biztos, hogy ők, csak így mindenki érti, hogy kiről beszélek, vagy Klaus Schwab, vagy nem tudom, kit mondjak, nem akarom mondjuk magamra rántani senki haragját, de hát ők prominens személyek. Tehát az, hogy ő miért van ott, ő azzal majd elszámol. Ő is a kozmosznak egy lénye. Ő is ugyanazon nagy kozmikus energiatér alatt van, ugyanúgy a szeretet törvénye alatt van, neki is van egy Isten, bármit gondolunk, aki el fogja számoltatni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mindenki pont ott van a helyén, és egyáltalán nem gondolom, hogy, ahogy írtam, hogy nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk gonosz dolognak, mert az a mi pillanatnyi megítélésünk, mert hogyha én most úgy nézem, hogy ahogy írtam, hogy akár egy ember életében a rák, vagy az emberiségében a Covid, ami olyan rettentő, hogy sarokba szorít, nagyon sok embernek az kell, hogy sarokba szorulj, mert már ezt leírtam, amikor ugye az én életemet is el akarták venni, tehát minél nagyobb veszélyben van az életed, annál inkább kinyílik, mert én kétféle félelmet írtam, van a rettenet, tehát ha eljuttatnak sok embert a rettenetig, akkor van egy mondásunk, hogy elmegy a józan ész, hála Istennek. Mert ez a béta hullám az, ami leblokkol mindent, és ha elmegy a józan ész, akkor van lehetőség, hogy kinyílik egy kapu, ahogy velem történt például Peruba. Ha én azt nem élem meg, hogy lehet, hogy most nekem végem, amikor meg akartak ölni, akkor lehet, hogy én nem vagyok az, aki ma vagyok. Mert nekem ott nyílt ki nagyon sok minden. Úgyhogy én óvatosan fogalmaznék, hogy így feltétlenül rettenetek jönnek, akkor is, ha emberileg az, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az emberi életnek tehát minden a velejárója. A halál, a gonoszság és a nagyon nehéz feladatok. Tehát viszont nekünk minden muníciónk, ha akarjuk, megadatott a legnagyobb, legnehezebb feladatot is megoldani. Én erről írok, hogy aki akarja, az meg tudja oldani. Igazából ennyi volt a feladatom ezzel. Köszönöm szépen, Ági. A következő beszélgetésben beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami még elveszi a józan eszünket. Jó. Főleg, hogyha mondjuk szeretünk, szívesen. Vagy tudatszintet emelünk. Köszönöm Jó? szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm. Ki fogjuk írni, hogy a könyveit hol elérhetők. Jó, minél több fórumot adjál meg, majd kérlek, hogy tudják Jó. az emberek is ezt magukévá tenni. Jó, remélem... Meg tudtam úgy fogalmazni, hogy van, aki legalább egy mondatot kamatozni tud belőle, ez volt a célom. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják viszontlátásra.